A kormány számára továbbra is a magyar emberek érdeke, biztonsága az első, ennek szellemében született meg ez a törvényjavaslat is. A közel 200 oldalas törvényjavaslat a határvédelmet és a büntetés végrehajtási szervezetet érintő változások mellett a szociális ellátás módosítására vonatkozó reformokat is tartalmaz. A szociális ellátások és támogatások összegének megalapításánál a vetítési, viszonyítási alap nem az öregségi nyugdíj lesz, hanem a szociális vetítési alap. A változtatást az államtitkár azzal indokolta, hogy az öregségi nyugdíjminimum elsősorban a nyugdíjszakágazat mutató száma. Ám az összeg emeléséről, ami 2008 óta 28.500 forint, nem esik szó a javaslatban. A javaslat rögzíteni azt is, hogy a szociális biztonság megteremtése elsődlegesen az egyén felelőssége, aztán a családé, az önkormányzaté, a karitatív szervezeteké és legvégül az államé. A témában pedig, tehát itt van is van velem a stúdióban két mai vendégem. Köszöntöm Hegyesiné Orsós Évát, a Nyuszet Soros elnökét, jó reggelt kívánok! És Farkas András nyugdíj szakértőt, jó reggelt kívánok! Kérdés, és ma én ezt úgy vezettem föl itt az egyik összebeszédünkben Tamásnál, hogy gyakorlatilag számít-e, vagy a laikus felteheti azt a kérdést, hogy átnevezik a nyugdíj minimumot szociális vetítési alappá, hogy és? Tehát változhat-e ezáltal bármi, vagy ez igazából csak egyfajta illúzió, amit most éppen bedobtak nekünk, mint gumicsont, hogy lehet róla beszélgetni, de lényegi változást nem eszközöl majd ez. Én 3 éve írtam le először, hogy el kell választani egymástól a nyugdíjminimumot és a szociális ellátások különféle számítási alapjait. Úgy látszik, hogy ebből a szempontból beérett ez a gondolat. Tehát én annak örülök, hogy végre szét lesz választva a nyugdíjrendszert érintő számítás a nem nyugdíjrendszert érintő számításoktól, hiszen eddig is semmi köze nem volt egymásnak. 18 törvény módosul most ezzel a saláta törvénnyel, amiben szerepelt a nyugdíjminimum, mint akár a adott ellátás számítási vetítési alapja, akár a feltételrendszerében szerepel, de itt annyira széles ívű ellátásokról van szó, mint például a aktív korúak támogatásai, mint a gyermekgondozást segítő ellátás, ugye a GYES, vagy mint a gyermeknevelési támogatás, mint a főállású anyák támogatása. Tehát számtalan olyan ellátási forma, aminek az égvilágon soha semmi köze nem volt a nyugdíjrendszerhez, és ezért ténylegesen a nyugdíjrendszerben ez a 28.500 forintos, már akkor is rendkívül alacsony összeg 2008-ban, az annyira arcpirítóan alacsonnyá vált most már menet közben, hogy gyakorlatilag elvesztette már a felét a vásárlóértékének, tehát gyakorlatilag 14-15 ezer forintnak megfelelő összeget ez a 28.500 forint, és számtalan olyan ember, aki ilyen segélyekből, támogatásokból él, vagy arra támaszkodik, annak a helyzete iszonyatosan megnehezedett, miközben a nyugdíjminimumot sem lehetett fölemelni, mert hogy olyan óriási mennyiségű egyéb ellátást is emelni kellett volna, amit meg a költségvetés nem bírt el. Válaszából jól értem azt, hogy itt igazából nem a nyugdíjminimumot nevezték át, hanem a szociális vetítési alap, tehát külön válik a rendszer ebből kifolyólag. Igen. Tehát akkor kell, hogy legyen, meg marad is olyan, hogy nyugdíjminimum, igen, csak nem ez lesz a számítások alaptény. Teljesen egyetértünk, annyit tennék hozzá, hogy ma Magyarországon az évente megállapított nyugdíjaknak maximum az 1%-át állapítják meg ilyen mértékben, és nagyon sok esetben, nem tudom egészen pontosan, mert nem ismerem a hátteret, de ezek azok a nyugdíjak, amelyeket résznyugdíjként alapítanak meg, tehát valaki külföldön dolgozik, és Magyarországon is kap valamekkora összegű, tehát például ilyen alacsony nyugdíjat. A dolog másik része, hogy bárhogy is nevezik, azért az a 28.500 forint az rendkívül alacsony, és ma tényleg olyan helyzet van Magyarországon, hogyha vetítési alapnak hívják, akkor is ezt a 28.500 forintot, amihez, ahogyan elhangzott, nagyon sok juttatás, ellátás kapcsolódik, ezt emelni kell. De ez nem következik egyenesen arányosan mindebből, aminek most részesei vagyunk, hát a változások. Semmit nem hallottunk, hogy emelnék-e. Igen.
alapvető gond az, hogy a nyugdíjminimumot mindenképpen emelni kéne, mert a nyugdíjrendszeren belül van egy terület, ahol nagyon lényeges, ez a méltányossági nyugdíjak megállapítása. És most a méltányossági nyugdíj, méltányossági nyugdíjemelés és az úgynevezett egyszeri segély, ez a háromféle méltányossági lehetőség van a nagyon szegény nyugdíjasoknak a nyugdíjrendszeren belül. Ezeknek az összege is egész egyszerűen teljesen nullára redukálódott, mert mondjuk egy 7000 forintos méltányossági nyugdíjemelés az ma már semmit nem ér. Tehát ilyen szempontból a nyugdíjminimum összegét nagyon emelni kellene. Az én számításaim szerint ez valahol minimálisan 55 ezer és maximálisan 90 ezer forint között lehetne az új értéke a nyugdíjminimumnak, attól függ, hogy mihez viszonyítunk. Például, hogyha a minimálbérhez viszonyítunk, az 2008-ban a minimálbér 41%-a volt ez a 28.500 forint, most meg kevesebb, mint a 8%-a. Tehát látszik, hogy itt nagyon össze kell vetni egymással a különféle régi és mostani értékeket, így meg lehet emelni a nyugdíjminimumot, de ez meg akkor azt a veszélyt veti föl, hogy mi lesz a többi szociális ellátással, ahol most már mostantól szociális vetítési alap szerepel, mert ha véletlenül az lenne a cél, hogy a nyugdíjminimumot rendben van, emeljük egy kicsit, de a szociális vetítési alap marad ugyanez az összeg, akkor rengeteg ellátotton nem segítettünk semmit, sőt, hát ilyen inflációs közegben az ő ellátásuk gyakorlatilag teljesen leamortizálódik, nullát ér. És miközben nagyon egyetértek azzal, hogy az öregségi nyugdíjminimumot emelni kellene, tehát minimum ilyen mértékben 55 ezer forint, azért ehhez hozzátartozik, hogy rendkívül magas azoknak a nyugdíjaknak a száma, amelyek az alacsony összegű nyugdíj kategóriába tartoznak, tehát 100 ezer, 120 ezer forint alatti nyugdíjak. Tehát jól látszik, hogyha egy elemhez hozzányúlnak, akkor azért az nagyon sok mindent ér. Arról nyugtassanak meg, hogy ez igazából egyfajta támogatási formula lenne, és nincsen olyan nyugdíjas, aki egyébként ebből a nevetségesen alacsony összegből kénytelen kihozni a havi megélhetését, hanem erre azért még valamilyen formában rájön egyfajta emelt összeg nyugdíj, vagy van olyan, akiknek egyébként a nyugdíjminimumból kell kihozniuk a megélhetésüket? Ahogy említette Éva, ez elsősorban azoknak az összege lehet ennyire alacsony ma is, akik külföldön is szereztek nyugdíjjogosultságot. Tehát a mai helyzetben ez a jellemző, hogy valaki dolgozott 4-5 egyéb országban, vagy mondjuk csak Ausztriában, vagy Németországban, és akkor onnan is kap nyugdíjat, meg innen is, és innen ezt a pici összeget kapja, mert csak ennyi nyugdíjjogosultságot szerzett. Régen ennek nagyobb Igen, hát ez egy nemzetközi nyugdíjszámításnál fordul elő. Igazán a magyar medián nyugdíj, ami most 142 ezer forint, és most a novemberi emeléssel fölmehet 147-148 ezer forintra, látszik, hogy az is ötszöröse a minimális nyugdíjnak. Tehát igazán, ahogy említettük, nincs túl sok köze ma már a nyugdíjminimumnak a tényleges mai nyugdíj megállapításokhoz. De, ahogy említettem, a méltányossági nyugdíjnak fontos szerepe van, és amit szintén, ahogy Éva említette, hogyha megemeljük a minimális nyugdíjat, az nyilván följebb kell, hogy tolja a többi nyugdíjértékét is, mert összetorlódnak a kis nyugdíjak, és ezért a kicsi nyugdíjakra is nagyon oda kéne figyelni most, igen, mert az a néhány százezer ember, ugye hát ez borzasztóan sok emberről beszélünk, 100 ezer forint alatti ellátást most per pillanat 630 ezeren kapnak. Ha az emelés után is még több mint 500 ezeren maradnak ebbe a kategóriába. Az ő nyugdíjuk nagyon-nagyon, hiába, hogy 100 ezer forint, vagy 80 ezer, vagy 70 ezer, abból iszonyatosan nehéz megélni. És ebből kifolyólag mennyire vannak rá kényszerítve a nyugdíjasok arra, hogy visszalépjenek ma a munkaerőpiacra, és megvan-e bennük a hajlandóság, a szándék, vagy ez egyfajta kikényszerített helyzet? Hát először is a nyugdíjas társadalom nem homogén. Tehát korukat, egészségi állapotukat, tudásukat tekintve, munkatapasztalataikat tekintve rendkívül sok rétűek, sok színűek. Tehát nyilván, akinek van olyan tudása, tapasztalat és egészségi állapota, ami lehetővé teszi a munkavállalást, azok egy része munkát vállal. Tehát én is ismerek ilyen nyugdíjasokat, de azért azt mondani, hogy a nyugdíjasok, akik ma nyugdíjaskorúak, azoknak ott van a jelenlegi, hát olyan munkaerőpiaci körülmény, amelyik azért igényli az ő munkájukat, erre építeni egy gazdaságot biztosan nem lehet.
Most annyit tudunk, hogy 161 ezer nyugdíjas dolgozik hivatalosan, tehát bejelentett módon, az ugye nem éri el ugye most 2 millió nyugdíjasra vetítve nem éri el a 10%-ot. Sőt. Nyilván az lenne a cél, hogy akár 10-15%-i nyugdíjas tudjon dolgozni, különösen a fiatal nyugdíjasok, tehát a 70 éves koruk betöltéséig azért nagyon sok ember nagyon szívesen dolgozna és tudna is dolgozni. Ugye a kérdés az, hogy hol tudna dolgozni, mert munkáltató is kell ehhez, vagy mondjuk a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek lehetnek egy jó megoldás, akik fölhajtják a munkavállalót. Mert ugye volt egyfajta módosítás ott is, hogy akkor le kellett mondaniuk valamelyik bevételüknek a bizonyos százalékáról, segítsenek, hogy ugye ez hogyan is alakult, és hogy ez azóta változott. Na, most nagyon jó a nyugdíj mellett dolgozni, igen, mert teljesen járulékmentes. Ugye 18,5%-os járulékot kell fizetni minden munkavállalónak, kivéve a nyugdíjasokat, és ez minden jogviszonyra vonatkozik, tehát a munkaviszonytól a vállalkozási jogviszonyon keresztül, bármi a versenyszférában megéri ez a munka a nyugdíjasoknak, a nyugdíj mellett, és a munkáltatóiknak meg az éri meg, hogy őknek teljesen mentesülnek a szocho alól, az 13%-os költség alól. Úgyhogy ilyen szempontból tiszta a terep, és jó a nyugdíj melletti munkavégzés feltételrendszere. A kérdés az, hogy ugye nagyon-nagyon függ ez attól, hogy hol él az adott nyugdíjas. Hát egy kis településeken adott esetben nem, hogy nekik nincs munka, senkinek nincs munka. Igen, sajnos elfogytak a percénk, de remélem, hogy még röviden, hogyha esetleg erre tudnak, akkor arra kérem, hogy ezért adnék lehetőséget. Ne, csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok nyugdíjas úgy maradott a munkahelyén, hogy a munkahelyes alig várja, hogy elérje a nyugdíjkorhatárt, mert olcsóban tudja foglalkoztatni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy egy másik alkalommal fogjuk tudni folytatni még ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen.